Csácsomi csöte ezt a csokoládé! Szevasztok gyerekek, üdv a csatornán! Képer érkezik a következő modtesztes videóval, ami nagyon különleges lesz. Tudom, hogy minden egyes rész előtt ezt mondom, de ez tényleg az lesz, és igazából nem is modról beszélünk, hanem ez egy olyan dolog, hogy belenyúlunk a fájjaiba. A játéknak! Aj, basszus! Nem kezdem újra ezt a videót, mert körülbelül háromszor kezdtem újra, csak annyira izgatott vagyok, hogy egyszerűen nem tudom normálisan elmondani, hogy mit akarok. De szerintem az Inkscape-ből már kiderült számotokra, hogy gyakorlatilag ez a mod, idézőjeles mod, nem csinál mást, mint úgy nyúl be a játék fájaiba, hogy konkrétan azt a feature-t, amit legjobban vártunk ugye a Farming Simulator 25-be, a 22-höz képest, hogy deformálódik a talaj, ez a mod azt csinálja, hogy ennél még jobban deformálódik a talaj, gyakorlatilag kétszer annyira, mint eredetileg. Szóval ez szerintem mindenképpen megér egy külön részt. Kipróbáljuk, megnézzük, hogy fog befolyásolni a menet tulajdonságokat. Hát lehet, hogy egy kicsit nehezebb lesz a játék, hogy még jobban süllyednek a traktorok, de viszont szerintem ez egy olyan dolog, hogy ez mindenképpen nagyon-nagyon-nagyon szuper. Na srácok, ezt a traktort hoztam ide nektek, és ide felhoztam a szántáshoz, mert ugye most nem gépjárművet fogunk tesztelni, nem modokat gyakorlatilag, de egyébként még ma fog jönni normális mod teszt videó is, de ez mindenképp egy külön részt illetetszőek szerintem. Leveszem a szemüvegemet, hogy jól lássak, hogy fog deformálódni, én is nagyon kíváncsi vagyok, mert igazából még nem próbáltam ki. Csapjuk bele a lecsóba, hogyha kétszer annyira deformálódik a talaj, mint eddig, hát akkor az eléggé extrém lesz. És elvileg mindenféle talajtípus, csak úgy van ez megoldva, hogy gyakorlatilag minden így kétszeresen fog deformálódni. Hát már most nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire fog megvalósulni. Hát figyeljetek, én belehúzom ezt ide, azt megnézzük, hogy mi lesz az... Aha. Hát nem mondom, hogy könnyebb lett a traktornak a működése itt. Na figyeljetek, most én kiszállok, aztán megnézzük, hogy mi történt a traktor mögött. Hát igen, hát azt a böttyár, hát majdnem olyan... Figyeljetek, egy kisebb traktor, mondjuk az nem lenne ilyen nagy súlyú, az még esélyes, hogy majdnem a felhasalási küszöböt is elérné. Hát gyerekek, szerintem ennél durvább meg, azért is gondolom, azt a böttyár, nézzétek már gyerekek, mekkora tucli lett itt. Ó, jó, hát ezt le kell jobban tesztelni. Nagyon kíváncsi lettem volna, hogy működik. Ahhoz képest, hogy eredetileg mennyire volt nehézkes a járműnek. Hát biztos, hogy megnehezíti a dolgokat, de hát szerintem így még hitelesebb lehet ez a játék. Na figyeljetek, megyünk egy kört. És lehet, hogy hozok valami kisebb gépet. Az meg még ráadásul ugye ebbe a vájúba, ebbe a nyomvájúba, amit ide mi húzunk, abban gyakorlatilag idézőjelesen beleesik, mivel ez tényleg fizikailag is működnek ezek, ugye nem csak dekorációk ezek a kitaposott részek. Hát gyerekek, szerintem ez nem rossz, és én megmondom frankot, hogy valószínűleg, hogy én ezt benn fogom hagyni. Ugye azért mégsem annyira extrém, hogy elássa magát a gép, bár lehet, hogyha végigrugatnánk nagyon hosszan, akkor még mélyebbre sikerülne ezt így beleveretni a földbe, de hát ez mindenképp szerintem nagyon jó, ez a megoldás. Egyébként nagyon gyorsan elmondom, hogy lehet telepíteni közben, lehet, hogy húzunk is egyet, csinálunk egy traktor pullingot, lemegyek ezzel, és akkor húzunk egyet. Szerintem nagyon nehézkesen közlekedik itt a gép. Ugye megpróbáljuk az eredeti részen. Meg tudjátok, mire vagyok kíváncsi? Na, ide megyünk bele. Ide belemegyek. Ugye itt is van egy ilyen sóderes rész, ami valószínűleg... Ja, én már ide... Igen, ide bele is mentem. Aha, gyerekek. Aha, konkrétan izé, figyeld meg a showerbe is, ilyen szinten bele süpped a kerék. Bár mondjuk ez elég érdekes, mert hogyha ilyen szinten bele süpped ilyen showeres részekbe is a körék, akkor azért a telepet is jól szét tudod cseszni. Ugye most oké, hogy ezzel a traktorral így... Ne! Gyerekek, ez olyan szinten bele süllyedt a showerbe.
Hogy nem akar megindulni, more. Azt a bőtyár gyerekek! Indul meg! Kicsit meg kell hindáztatni, hogy valamit kellene csinálni. Indulj meg! Azt a... Hát oda ástunk egy jó derék likart. Na mindjárt. Lendületet veszünk. Szerintem leginkább az a baj, hogy a pótnak a kerekei konkrét azt a bőtyár belesüllyedtek. Hát nem kicsit. Jézus Mária! Ezt jó szét sikerült cseszni. A szenved rendesen a gép. Hát innen ki kell találnunk, úristen. De hát mondjuk ugye meg tudjuk oldani, mert tudunk területet módosítani. És tudjuk azt csinálni, hogy izé legyen itt, mondjuk beton. Hát ennyire ugye alapállapotban, hát konkrétan fele ennyire csapja szét a gép, hogyha ugye nincs fönt ez a modifikáció. De hát ez jól néz ki, ahhoz képest, hogy ez így ilyen sóderes rész. Oda nézzetek, mennyire frankó. Mennyire frankó, de ugye amit beszéltem, hát itt valószínű, hogy nem fogunk tudni ezzel átmenni. Na csak nem okosba. Megpróbálok itt menni. Ha. Szenvedszeg, egy kicsit fogunk ide jutni a végén. Próbáljunk meg lendületbe maradni. Hát meg az se segít a helyzetet szerintem, hogy esik az eső. Na jó van, hát ez itt marad. Ez itt marad, gyerekek! More. Lehet, hogy néhányatoknak nem tetszik. Egyébként itt találkoztam még olyan emberrel is, aki azt mondta, hát hogy ő neki nem tetszik egyáltalán, hogy süper a talaj, mert úgy szét van vágva a föld, össze-vissza van járva, és ez nem néz ki jól. Meg ilyesmi dolgokkal, nem tudom egyébként merőbe ki lehet-e kapcsolni magát ezt a talajdeformációt, de én az a típus vagyok, aki nemhogy szereti, hanem én nagyon szívesen használnám ezt a modot, ami ugye azt idézi elő, hogy dupla annyira, na figyeljetek, én csinálok egy olyat, hogy ezt leviszem tempomat 10-re, és megpróbálunk húzni egyet. Azért 10-re, hogy ne nagyon tudjunk lendületet verni. Aha, itt is sokkal jobban belelapul a kerék. Itt is sokkal mélyebbre, ugye? Ezek pontosan dupla annyira mélyre, úgy van megcsinálva ez a mod, hogy duplázza a talajdeformációnak a mértékét. Aha, figyelj rá! Hát szerintem, hogyha megállnánk itt, akkor lehet, hogy le is kotkodálna az a gép. Sőt, lehet, hogy még menet közben is lefog. Na most kíváncsi vagyok, most nyomunk egy tem... Aha. Hát gyerekek, ennyi megnehezíti a játékmenetet, de én úgy gondolom, hogy a valóságban is az lenne, hogyha egy ekkora pótot próbálnánk felhúzni a vizes talajon, akkor oké, hogy a gépnek az ereje az megvan, de a tapadásunk az körülbelül ennyire zuhanna vissza, de egyébként lehet játszani ezzel okosba, hogy picit hátrébb gurulsz, és akkor ugye még nagyobb, vagy megpróbálsz lendületed venni. De én szerintem a tesztekhez is fogom használni ezt a modifikációt, nekem nagyon tetszik, hogy ez így működik. Arra nagyon kíváncsi lennék, hogy a multiba ez hogy van megvalósulva. Tehát ugye, hogyha valakinek fenn van ez a mod, valakinek nincs, az nem fog bezavarni, de szerintem a hostnak a talajdeformációs képességét hozzá, ugye a maga a szerver, a játék. Csinibini gyerekek, nekem ez nagyon bejövős, Nagyon kíváncsi vagyok, fogunk tesztelni ugye járműveket, és most már akkor ezzel a talajdeformációs modifikációval, aminek köszönhetően ugye még mélyebb re tudnak süllyedni a gépek, járművek. Hát ja, egyébként nem annyira számottevő, tehát azért annyira nem brutális a durva, viszont ugye, hogyha most ötlen egy kisebb géppel akarnánk itt közlekedni, akkor esélyes, hogy azért megnehezíteni ezt a dolgot, mármint a közlekedést megnehezíteni, mivel ugye ezen ugye amikor mész át, akkor rendesen bele dől ebbe a borázába.
Írjátok meg egyébként, hogy szerintetek ez mennyire, ti mennyire használnátok ezt a modot, hogy mennyire érdekes, vagy mennyire nem érdekes. De ugye amikor megész állt egy ilyenen, akkor érezni leginkább, hogy azért ez eléggé mély. Aha, és a kisebb traktorok is szépen belesüllyednek, ez meg itt is ugye. Frankon szétledvágva. Igen, hát dupla annyira süllyednek bele a gépek ennek köszönhetően a földbe. Szerintem ez egyáltalán nem túlzás még, valószínűleg azért a készítő nem csinálta azt meg, hogy ennél drasztikusan több legyen a besüllyedés mértéke, mert ez még így az élhető kategória. Bár lehet, hogy fognak később olyan verziók kijönni, amikkel gyakorlatilag szinte totál el tudod ásni magad. Én úgy érzem, hogy ez még élhető, ez még kellemes, tök jó. Leginkább ugye azon a szántáson látható, hát meg itt basszus, ez a shoulder-es részen. Ez azért elég epik, hogy ezt itt sikerült itt totál szétvágnom. Igen, hát itt egy kisebb géppel utána lehet zögykölődni. Hát szépen szétküldtük. Brutál. Na jó van gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet. Kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményetek, hogy használjam-e én egyáltalán ezt a modifikációt. Nagyon gyorsan elmondom, hogy ennek a telepítése hogy működik. Annyi, hogyha letöltöd, kicsomagolod, és megkeresed a játék könyvtárába, tehát nem a mod mappába, hanem a játék könyvtárába megkeresed a data mappát, azon belül megkeresed a shader mappát, és oda kell belerakni azokat a fájlokat, amik ugye a kicsomagolt állományban vannak, amit letöltöttél. Szóval ez így működik, esetleg ha kell, akkor csinálok róla videót is, de írjatok véleményt, hogy szerintetek ez mennyire hasznos, mennyire érdemes használni, vagy inkább felejtős, de szerintem nem annyira extrém, hogy venne el az élményből, viszont ad az élményhez, én úgy gondolom. Na köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsubi, csőtészta, sziasztok!